Szóval, mivel rendszeres problémáim voltak ezzel, mint például 1. nem mutatja, hogy hol vagyok, 2. nem ismeri a sebességkorlátozásokat, 3. letér az autópályáról, mikor én egyenesen megyek, 4. egyáltalán be se tölti a térképeket, mikor bekapcsolom, és akkor ki kell kapcsolni újra, és bekapcsolni újra, és akkor se tölti be a térképet, akkor megint ki, megint be, megint ki, megint be, ezt kijebb bejátszottam 3-szor, mire egyáltalán bejött a térkép. 5. random újraindul, és 2 percre így elmegy a kép. Szóval ezzel leszámoltam, és helyette vettem egy ilyet. Becsattogtam a Tesco-ba, kifizettem a lóvét, hazajöttem, rátöltöttem a programot, majd elmentem kipróbálni. Tehát először is a járművek között kikeresem a kamiont, aztán a kamionnak a beállításait módosítom a sebességkorlátozást 90-re, vissza. A host azt 16 méterre, mert igazából a többieknek 12-n volt, akik még ilyet használnak. Szélesség oké, magasság oké, utánfutó oké, tengelyek száma az 5. Vissza. Megengedett ösztömeg 40 tonna, a jelenlegi ösztömeg pedig végül is mindegy. Itt pedig a veszélyes árukat lehet beállítani, különböző veszélyes árukat, mert nem mindenhol lehet mindennel bemenni. Vissza. Majd pedig... Szóval tudom, hogyha PCR-re akarok menni, akkor balra. Eljel még behajtani tilos, mert nem lehet balra menni. Ez meg a behajtani tilos nem ismeri? Istenem. Hát akkor ő rakásszart nem éresse. A következő lehetőségnél balra, itt 5 tonnás tábla lesz. Tessék. Hát itt meg 5 tonnás tábla van. De hát... Milyen kamionos ez? Várjál már. Hát milyen kamionos navigáció ez? Előzni tilos, hol? Nem hoztam ezt a vizet, nem hoztam menü. Beállítások, hangok. Micsoda menetidő? Hagyjál már, ez nem kell. Útvonal beállítások. Jármű kamion. Azt itt állok a izébe. El kellett volna... Itt el kellett volna menni a körforgalomig, és ott vissza. Gyors, hát ott meg behajtani tilos volt. Légvonalban ez mi? Név kamion, típus kamion, maximális sebesség 90. Hossz 12 méter, szélesség 2,5. Magasság 4 méter, utánfutó oké, tengelyek száma 5, akkor az legyen 4, nem tök mindegy. Megengedett ösztömeg 40 tonnát. Jelenleg ösztömeg 30 tonna, akkor se férek bele. Mi az, hogy egyebek? Semmi. Hát ez így biztos, hogy nem lesz jó. Úti cél. Előzmények, PCR. Tovább, ez új úti cél. Oké. Hogy megy ez a gyökér?
ezt egyebek, mondom egyebek. Útvonalnak a beállítása. Áttekintés, letörlöm, törlés. Útvonal létrehozás. Új úti cél, címkeresés. Pécel, kiválasztás, tervezés. Igen. Azért most meg átállítottam a légvonalba. Nem légvonalba. Útra illesztve, oké. Okay. Viszont de nem értem, hogy miért. Hát ez hülye. És ha Pestre akarok menni a céghez dolgozni, akkor merre kell menni? Várjál, vissza. Hát ezzel megint nem érek szart se, az is lehet. Pécel. Hol az U betű? Budapest. Szállás, szállás, szállító. Házszám most mindegy, utca kiválasztás. És akkor tervezés? Igen. Körbe a nulláson. Igen. Cseppel, igen. Jó, oké. Hát az akár még jó is lehet. Valahogy így mentünk be dolgozni, de hát... Na most nem tudom, mire véljem ezt a... Itt a behajtani tilos táblát, meg a 5 tonnás táblát. Igazából... Arra jöttem rá, hogy valami minél drágább, annál szarabb a TomTom navigációval kapcsolatban. Most pedig, hogy ezt megnéztem, és igazából itt elmentem 600 métert, és mindjárt ment befelé a behajtani tilosra, aztán 40 tonnával az 5 tonnás utcába. Abba bízok, hogy ugye ezek ilyen mellékutak voltak, és főútvonalakon talán jobban ismeri ezeket a táblákat, meg magasságkorlátozást, meg ilyen, mert végül is most, ahogy mentem volna dolgozni, az az út így jónak tűnt. Mert összesen van két út, ahol be lehet menni, meg ahol ki lehet jönni, kettőt mutattak, de hát azt így nem tudtam megjegyezni, voltunk arra összesen kétszer. Pestet meg nem ismerem. Csak viszont meg nem akartam ezzel a TomTom navigációval így nekivágni most szó szerint Európának, mert Szlovákiába is jártam úgy, hogy mentem, és akkor egyszer csak ott volt egy ilyen 20 tonnás tábla, semmiből. És most, hogyha ott egy híd van, vagy valami, akkor nyilván az szívás, mert most 40 tonnával ott mit csinálok, megfordul, és tudok ilyen két sávos bundáson, nem úgy, mint a mentem a tandemmel, hogy oké, úgy sem vagyok 20 tonna sehogy se, bőven átférek, de 40 tonnával most nem akartam. Hát nagyon sok embernek ilyen van itt a kamionosok közparkolóban, akikkel beszéltem, meg cégeknél, akik... Hát a cégnél is nagyon sok mindenkinek ugyanilyen van, és azt mondják, hogy jó, szóval nem tudom, hogy ez itt most nekem mi volt. De akkor nekem lehet, hogy nem jó eset, de abba bízok, hogy ez jó lesz. Nyilván ők is mondták, hogy bemegy nekik is a súlykorlátozásba, meg a hidak alá. Hát mindegyiket nem ismer. Én eleve nem is tudom, hogy működik ez az egész, hogy most egész Európában minden híd, meg súlykorlátozás, meg magasságkorlátozás, meg még szélességkorlátozás, hosszúságkorlátozás, mindegyik minden utcában benne van, érted, hogy azért az így elég fura, na mindegy. És lehet, hogy most ez itt pont nincs benne, de abba bízok, hogy jó lesz. Azt a TomTommal nem tudom, mi lesz, hát
majd lesz vele valami.